Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Változás az SZIA bevallásnál. Új határidő, új bevallási útvonalak. Klímastratégia Szekszárdon. 1 millió forintot fordítanak a célok megvalósítására. Szakképzés új információk átadásával segíti a cégeket az iparkamara. Vas Albertre emlékeztek, Bonyhádon 11 éve tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Botokkal ütöttek, vágtak egy banda tagjai egy férfit Szekszárdon, miután kirángatták az áldozatot egy cukrászdából. Az ügyben kedden született ítélet. Itt ezen a forgalmas platánsoron található a cukrászda, ahonnan a banda tagjai kirángatták a fiatal férfit. Az áldozat a támadók elől menekülve rohant be az épületbe. Valószínűleg egy korábbi vitájukat akarták erőszakkal rendezni, ezért kezdték üldözni a rémült fiatalt. Négyen rontottak rá, egyikőjük először megpróbálta kirángatni őt a cukrászdából, de ez nem sikerült neki, és gyulakodás közben betörték az üzlet fagylaltos pultjának az üvegét. Amikor aztán mégis az utcára vonszolták, a bandával szemben esélytelen áldozatot botokkal kezdték ütni-vágni. A négy támadó közül az egyik fiatalkorú volt, egy másikuk pedig nő. Az elsőrendű fiatalkorú vádlottat egy évre próbára bocsátotta és elrendelte pártfogó felügyeletét, a korábban már büntetett előélettel bíró harmad és negyedrendű vádlottakat egyaránt pénzbüntetésre ítélte. A bíróság a másodrendű fiatalkorú vádlottat szintén egy évre próbára bocsátotta, azonban őt csak garázdaság vétsége miatt. Hiába sérült meg az áldozat, a támadóknak mégsem kellett testi sértés miatt felelniük. Az volt a szerencséjük, hogy a sérülések 8 napon belül gyógyulóak voltak. Ez esetben a bíróság nem ítélheti el a vádlottakat, ha azt a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülésnél nem kéri, viszont ez, hogy a sértett megsérült, súlyosító körülménynek számít az ügyben. Az ítélet három vádlott esetében jogerős, egyikőjüknél pedig az ügyész szigorításért fellebbezett. 10 évvel ezelőtt naponta történt biciklilopás vagy egyéb szabálysértés Vadlon, manapság azonban már csak heti szinten fordulnak elő ilyen esetek a Tolna megyei településen, ami a rendőrség szerint főként az iskola rendőre program eredménye. A településen Losonci Imre Géza látja el ezeket a feladatokat, munkáját az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága is díjazta, ő lett az év iskola rendőre a Tolna megyében szolgálatot teljesítő rendőrök közül. Korábban azért, mert problémák voltak, most meg már azért, mert visszajáró vendég vagyok, és ugye a programhoz is csatolódtak később. Ezzel magyarázza Losonci Imre Géza, a Faddi iskola rendőre azt, hogy a településen érezhetően javult a közbiztonság az elmúlt 10 évben. Mint mondja, mikorában naponta történt biciklilopás vagy egyéb szabálysértés Faddon, manapság már csak heti szinten fordulnak elő ilyen esetek a Tolna megyei településen, ami a rendőrség szerint főként az iskola rendőre program eredménye. Losonci Imre Géza, a Faddi általános iskola alsó és felső tagozatán tart előadásokat arról, hogyan kell közlekedni gyalogosan és autóval szabályosan, mi a különbség a gyerekcsíny, a szabálysértés vagy éppen a bűncselekmény között. Azt látom, hogy a gyerekek egyébként megfogadják a dolgokat, ami másik szerencsé, hogy megismernek az utcán, jönnek, kérdeznek. Ugye van egy generáció, aki már felnőtt, amióta én ott vagyok, ugye 14 év az elég sok idő, és ugye már felnőtt emberek, hát van, aki azzal köszön vissza, hogy hát annak idején megmondta, hogy nem így kéne, és ugye volt probléma menet közben, de remélem, hogy sokat tudok nekik segíteni ezen a szinten. Losonci Imre Géza 24 éve rendőr, 10 éve a Faddi iskola rendőre. Munkáját szívvel, lélekkel végzi, iskolai előadásait pedagógus feleségével állítja össze. Talán ennek is köszönhető, hogy példaértékű eredményeire országos szinten is felfigyelt a szakma, és a 2018-ban nyújtott kiemelkedő teljesítményét az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is díjazta, ő lett az év iskola rendőre Tolna megyében. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2008-ban indította el az iskola rendőre programot, aminek többek között az a célja, hogy a kisiskolások biztonságosan közlekedjenek és nőjön a közbiztonság.
Elgázolt egy zebrán szabályosan közlekedő gyalogost egy autós bonyhádon hétfőn délelőtt. Azért történt a baleset, mert a sofőr a gyalogátkelő helyhez érve nem adott elsőbséget a nőnek, aki a baleset következtében könnyebben sérült, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Változik a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés módja és határideje. A leglényegesebb módosítás, hogy minden adózónak május 20-áig kell beadni a bevallását. Lényeges az is, hogy a hivatal még több adózónak készíti el a bevallását a magánszemélyeken túl mostantól. Saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti az ügyfélkapunk keresztül a nav.gov.hu-ról és a magyarország.hu-ról elérhető e-SZEA oldalon. Aki nem használ ügyfélkaput, március 18-áig SMS-ben, a NAV honlapján elérhető webüllapon, levélben, formanyomtatmányon, telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon kérheti a tervezett postázását. Ami fontos változás, hogy idén már a bevallási tervezetet a NAV készít nem csak a magánszemélyek részére, mint korábban, hanem az egyéni vállalkozók részére is, az őstermelőkhöz és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azonban nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindenképpen a bevallási tervezetet ki kell egészíteniük beküldés előtt, mégpedig az adott tevékenységükből származó jövedelemmel, illetve azokkal az adatokkal, amelyek nem állnak az adóhivatalnak a rendelkezésére. Nagyon fontos változás még az, hogy idéntől mind az egyéni vállalkozók, tehát mégis mindenki részére egységes lett a bevallási határidő és befizetési határidő, mégpedig május 20-a. Idén, január 19-én, azaz most szombaton 10 órától tartják a középiskolai írásbeli felvételi vizsgákat az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Ekkor zajlanak a központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, és az Arany János tehetséggondozó programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. Január 24-én tartják a pótló központi írásbeli felvételi vizsgákat a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 9. évfolyamra. Az intézmények február 7-én értesítik az írásbeli eredményekről a tanulókat. Május 3-án kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák a nemzetiségi nyelv és irodalommal. A magyar nyelv és irodalom érettségi május 6-án reggel 8-kor kezdődik majd. A szóbeli vizsgák emelt szinten június 5-e és 13-a között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig június 17-e és 28-a között lesznek majd. Szakképzési konferenciát szervezett Szekszárdon a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az előadók között minisztériumi osztályvezető, pénzügyi és oktatási szakértők is voltak. A konferencia célja a vállalkozók minél szélesebb körű tájékoztatása volt. Vállalkozók, szakképzőiskolák képviselői, az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője, az adóhatóság és az OTP szakértője is felszólaltak a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarától megtartott szakképzési konferencián. A szervezők célja az volt, hogy a vállalkozók minél szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak a szakképzés fejlesztésének elmúlt időszakban elért eredményeiről, amit az Iparkamara koordinál. Ezen belül a felnőtt képzés, illetve az iskola rendszerű képzés is. Természetesen ehhez kapcsolódnak egyéb területek is, és ezeket is mindjárt egybe vontuk, és így szeretnénk, hogy szélesebb tájékoztatást kapjanak a vállalkozók. A szakképzés színvonalának fejlesztése és a hiány szakmák felszámolása a kamara legfontosabb feladatai közé tartozott az elmúlt években. Most arra elérték, hogy a korábbinál sokkal több képzési formában kaphassanak a diákok ösztöndíjat, ha jó tanulmányi eredményt érnek el. A kamara megyei elnöke szerint részben ennek is köszönhető, hogy egyre többen akarnak szakmát tanulni. Egyre többen felismerték azt, hogy egy életen át kell tanulni, át kell képezni magukat. Átlagosan Nyugat-Európában ez azt jelenti, hogy négyszer váltanak szakmát az emberek. Ez nálunk is most már kezd kialakulni, és amint látható az, hogy ha már van is szakmája, egy újabb szakmára jelentkezik, hiszen jelentős támogatások vannak annak érdekében, hogy mindenki érjen ezzel a lehetőséggel.
Az ország szakképző iskoláiban és szakgimnáziumaiban a tavalyi tanévben összesen több mint 113 ezer diák tanult. Egyedülálló módon Szekszárd évi 1 millió forintot különít el minden esztendőben a városi klímastratégia megvalósítását segítő pályázatok finanszírozására. Hangzott el a Város Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol a tavalyi esztendő eredményeit értékelték. Kővári László, a bizottság elnöke azt mondta, különös figyelmet fordítanak a csapadékvíz gyűjtésének és hasznosításának lehetőségeire. Ennek érdekében a város vízgyűjtőhelyek kijelölését tervezi. Évek óta tervezik további víztárolónak a létesítését, csak hát sajnos mindig az van, ahol kinézünk egy területet, és amikor erről tudomást szereznek, rögtön fölemelik a földárát a tulajdonosok, holott egy igazából termelésre kevésbé használatos területeken jelöljük ezt, mert egy mély területen, ami mondjuk belvízes években víz van benne. És hát ugye a kormányzat is az öntözéshez kapcsolódva nagyon sok intézkedést tesz, kamara közreműködésével, és hát ezt a célt szolgálhatná Szekszárdon is az, hogy további vízgyűjtőket létesítsünk. Szekszárd város intézményében tett látogatást Ács Rezső polgármester. A találkozók célja a tervek egyeztetése mellett a közelgő költségvetés elfogadása előtti egyeztetés volt. A szekszárdi központi bölcsőde volt a látogatás sorozat utolsó állomása. Az elmúlt napokban minden a városban működő intézmény vezetőjével találkozott Ács Dezső. Nem csak a városi fenntartási intézményeket látogatom végig, hanem minden olyan intézményt, ahol szexuális gyerekek vannak, vagy szexuáliak dolgoznak. Így akár alapítványi formában működik a jóoda, például vagy egy bölcsöde, akár más fenntartású egy iskola, például a katolikus iskola, mindenhol ellátogatok. Büszke vagyok arra a munkára, ami ezekben az intézményekben folyik. Ezt minden év elején, most már harmadik alkalommal szeretném kinyilvánítani, megköszönni az ott dolgozó pedagógusok és egyéb személyzetnek a munkáját, hiszen amikor a szexuál büszkesége, illetve a mecénás díjakat átadjuk, akkor látható, hogy mennyi tehetséges ügyes szexuál gyerek van. A megbeszélésen szó esik az idei költségvetés és fejlesztések lehetőségeiről is. Az elhangzó igényeket, javaslatokat megpróbáljuk beépíteni, tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy boldog új évet kívánok minden intézményben dolgozónak és ott lévő gyereknek is, és gyerekeken keresztül a családoknak. Ezen kívül a költségvetés készítésének előkészítésére is zajlik egyúttal, és fontos az, hogy erősítsük a város kapcsolatát ezekkel az intézményekkel. 2018-ban az intézmények összes költségvetése 3 milliárd forint volt. Az idei évi tervekben közel azonos mértékű támogatási összeggel számol Szekszárd város. 14 éve 2005-ben Vas Albert születésének 97. évfordulóján, január 8-án állítottak szobrot Bonyhádon az írónak. A völgységi város volt az első az országban, ahol az író szobra köztérre került. Bonyhádon 11 éve tartanak Vas Albert emléknapot, amihez egy gyermekrajzpályázat is kapcsolódik. Szombaton este tartották a koszorúzással egybekötött megemlékezést Vas Albert szobránál. A Vas Albert gyermekrajz pályázat eredmény hirdetésével vette kezdetét Bonyhádon szombaton késő délután a Vas Albert emléknap és megemlékezés. Alsó tagozatos kategóriában a legjobb alkotásért járó elismerést Kerekes Kata nyerte el, míg a felső tagozatban Gáspár Andrea vehette át a legjobbnak járó oklevelet. 14 évvel ezelőtt Szabó László és Kovács Gábor kezdeményezésére és közbenjárásával kerülhetett Vas Albert köztéri szobra a városba. Budapesten a Vérmezőn szerettek volna egy szobrot állítani Vas Albertnek, ráadásul pont ugyanezt a szobrot, amit végül is mi itt Bonyhádon felállítottunk, és hát azt szorgalmazta ez az úriember, hogy jó lenne talán valamilyen tüntetést vagy megmozdulást szervezni annak érdekében, hogy mégis felállítható legyen ez a szobor Budapesten a Vérmezőn. És akkor az előadó azt válaszolta, hogy hát nem kell itt tüntetgetni, meg mozgolódni, hogyha a fővárosnak nem kell, föl kell állítani valahol vidéken. Ezen az ötleten indult el, aztán Szabó László és Kovács Gábor, akik eljutottak Erdélyen keresztül végül Hamburgba, Vas Albert fiának családjához, akik a rendelkezésükre bocsájtották Kolozsi Sándor műalkotását, Vas Albert mellszobrát. A völgységi városban 2005. január 8-án állították fel az országban elsőként Vas Albert köztéri szobrát.
A megemlékezésen az író költő Jó lenne így című versét Genzler Tamás, a Petőfi Evangélikus Gimnázium diákja mondta el. Tóth Bence beszédében kiemelte, az író munkásságából a hazaszeretet és a nemzete iránti felelősség sugárzik. Emlékezzünk azokra, akik óriási erőfeszítéssel és hatalmas munkával elérték, immár 14 évvel ezelőtt, hogy Vasarbert szobra itt állhasson Bonyhád egyik központi helyén. Bonyhádon 11 éve tartanak a Vasalbert törzsasztal és a Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Központ együttműködésével emléknapot az író hagyatékának és szellemiségének ápolása céljából. A megemlékezés koszorúzással zárult. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Akár 8-12%-kal nőhetnek a lakásárak, több új ingatlan is piacra kerül. Disznókodás, a falusi disznóvágás hangulatát elevenítették fel. Pécsen küzdöttek az ifjú kosárlabdázók, véget ért a fiatalok nemzetközi ligája. Akár 8-12%-kal növekedhetnek a használt lakások árai az idei évben, mivel 2019-ben fejeződik be az előző években elindult építkezések jelentős része, ez befolyásolja a lakáspiaci árakat. A szakember szerint várhatóan a hitelkihelyezések volumene 20-30%-kal is megnőhet az elkövetkező időszakban. A lakásépítési boomnak köszönhetően tömegesen érkezhetnek az új lakások a piacra az idei évben. Az új építésű ingatlanok megjelenése mind az albérlet, mind a lakáspiacon változásokhoz vezethet, mondja a szakember. Az előző években indult építkezések jelentős része 2019-ben fejeződik be, így az árak is emelkedhetnek. 2019-ben várhatóan mind a használt lakásoknak az ára 8-12%-kal fog növekedni, a hitelkihelyezések száma is, ugye, vagy gyakorlatilag volumen, 20-30%-kal növekszik. Azon kívül rengeteg újépítésű projekt kerül befejezésre, ezáltal nagyon sok újépítésű ingatlan is kerül a piacra, ami befolyásolja a használt ingatlanoknak ugye az árát, és ehhez még hozzátartozik az, hogy a kormány által ugye támogatott vagy család otthonteremtő programok is nagyban fogják segíteni ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlását. Az új és használt lakások piacán látható erős kereslettel párosuló drágulás az albérlet piaci keresletet is erősítheti. Pécset ez leginkább februárban látszódhat meg, amikor elkezdődik az egyetemen az idei szemeszter, tette hozzá a szakember. Második alkalommal tartottak disznókodást, azaz hagyományos disznóvágást Balatonszárszon. A Balatonszárszói Fiatalokért Egyesület fő célja az volt, hogy programot szervezenek az ott élő és oda látogató fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, illetve hogy fenntartsák a hagyományokat. Minden kést megélesztek Balatonszárszon, hogy gördülékenyen menjen az idei 240 kilós disznó húsának feldolgozása. Voltak, akik most jártak először a rendezvényen, de régi emlékeik voltak disznóvágásokról. Én úgy emlékszem, hogy a nagypapáik a disznót így felakasztották és félbevágták. És ősváb volt, és zsemlével csinálta a kurkákat, de isteni finom ízeket adott. Én megmondom őszintén, én azóta se ettem olyan finom hurkát, mint amit a nagypapa csinált annak idején. A szervező, a Balatonszárszói Fiatalokért Egyesület fő célja az volt, hogy megőrizze a disznóvágások hagyományát és hangulatát. A helyiek mellett sokan érkeztek más településekről és a fővárosból is. Ez a fiatalokból álló társaság már a tavalyi disznókodáson is részt vett. A családias légkör, meg a baráti társaság, akivel lejöttünk, akik hívtak, azok a Szárszói Fiatalok Egyesületébe tartoznak, és ők csinálták meg a kedvet nekünk is. Aki nem lép egyszerre, nem kap disznót estére. Persze ez csak a jó hangulat kedvéért, mondták a böllérek, hiszen több mint 40 kiló húst szeltek, daráltak, majd később fűszereztek és töltöttek meg kolbásznak, amelyet este fel is szolgáltak frissen sütve a vendégeknek. Napközben sem éhezett senki, hiszen frissen sült pecsenye, pogácsa, zsíros kenyér várta az érdeklődőket. A településen már csak néhány háznál tartanak és vágnak disznót. Gyurka Ferenc szerint az emberek elkényelmesedtek. Elmegyünk az üzletbe, és akkor ők megveszik ott azt a húst. És akkor, amikor eljönnek én hozzám, mondjuk Gyurka Ferihöz, és akkor esznek egy darab szalonát, vagy egy darab sonkát, és akkor azt mondják, hogy hát Ferikém, azt mondja, az így működik? Igen, az így működik.
Aki szombaton Balatonszárszóra látogatott, biztos nem maradt éhes. A szervezők az élményen túl vacsorával és hajnalig tartó ünnepléssel is várták a tóparti településre érkezőket. Sokan látogattak a Balaton partjára a hétvégén is, annak reményében, hogy találnak korcsolyára alkalmas területet. A szél és a hétvégén érkezett melegfront azonban ezt megakadályozta. Az előrejelzések szerint az előttünk álló napokban sem várható olyan időjárási körülmény, ami miatt összefüggő jégréteg alakulna ki a Balatonon. Sokan látogattak a hétvégén a Balaton partjára fényképezőgéppel vagy éppen madáreleséggel felszerelkezve. Ez a házaspár az unokákkal érkezett. Két hetente nálunk vannak Szabadmattyánban 3 napra. Uh-huh. Csak azért mai programot, hogy csináljunk nekik, hogy ne legyen a számítógépezés meg ez. Úgyhogy azért elhozzuk őket a Balatonra. De én azt hiszem, hogy jobban be van fagyva a víz. De nem, így is szép a Balaton. A legtöbben inkább korcsolyát húztak volna, de a tavon nincs összefüggő jégtakaró. Pedig a gyerekek már nagyon várják, hogy csúszkálhassanak a jégen. Lehet gyorsan csúszkálni benne és nagyokat lehet esni. Most azonban be kellett térni a népes kacsasereggel és a hattyúkkal. Vencel öccse Vilmos azonban ezt is élvezte. Sok a kacsa, sokkal kijebb jönnek a hattyúk, meg még szép. A meteorológus szakember szerint a szél és a víz harca nem szokatlan jelenség a tónál, de egyelőre úgy tűnik, a szél és a térségünkbe érkezett melegfront megakadályozzák a tó befagyását. A víz már jelentősen túlhűlt, tehát csak egy rövid időszakra lenne szükség, egy rövid szélcsendes időszakra lenne szükség ahhoz, hogy nagyon jó minőségű jég alakuljon ki a Balatonnál, azonban úgy látszik, hogy a légkör ezt a rövid időszakot nem adja meg a víznek. Az előrejelzések szerint továbbra sem számíthatunk a Balaton befagyására, hiszen jelenleg megenyhült az idő, és a szél erőssége is újra fokozódott a térségben. Véget ért a European Youth Basketball League, a legrangosabb nemzetközi utánpótlás versenysorozat U20-as korosztályú tornájának alapszakasza. A második forduló Pécsett a Rádgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián zajlott csütörtöktől vasárnapig. Ebből a csoportból a két legjobb U20-as csapat jutott a régiós döntőbe, amit március közepén szintén Pécsett rendeznek. A Rádgéber Akadémia francia, spanyol, cseh, észt, svéd, angol és afrikai gárdák mellett az Albafehérvárral került egy csoportba a European Youth Basketball League U20-as bajnokságában. Érdekesség, hogy a francia csapatot a dombóvári származású Krasznai Milán rakta össze, aki játszott a Matáv Pécs csapatában is. A játékosok mind nehéz sorsú gyerekek, van köztük 13 éves. Milán nem csak az edzőjük, hanem ahogy ő fogalmaz, a második apjuk is. Nagyon nehéz körülmények között élnek Franciaországban. Nem akarom a problémákat sorolni, mert nyomdafestéket nem bírna szerintem, hogy kivel milyen, mit történtek, meg történnek. És mostani mérkőzésen, ma reggeli mérkőzésen a legjobb játékosomat azért hoztam végül is el, nem is volt benne a keretben, mert nem volt hol aludnia. Úgyhogy ez nekünk egy hatalmas erőlelépés, és lehet, hogy a kisfinak tudunk majd valami kirobbanási lehetőséget találni. A Rádgéber Akadémia csapata az első székesfehérvári fordulón 2 győzelmet és 2 vereséget szerzett. A pécsi torna nyitó mérkőzésén az Albafehérvár gárdájától, majd az NBA Akademi Afrika csapatától kaptak ki. Ezután egy Prága elleni győzelem következett, az utolsó mérkőzésen pedig csak hosszabbításban maradtak alul a svédek ellen. Azt hiszem, hogy szintet tudtunk lépni azzal, hogy ezt a komoly bajnokság tornaformájával lebonyolítandó bajnokságot ide tudtuk hozni. Ez a második állomása ennek a bajnokságnak, és nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat tudunk szerezni, és szereztünk is. Minden mérkőzés más, minden mérkőzésen más stílussal találkozunk, tehát abszolút teli találat, és nagyon örülök neki, hogy meg tud valósítani. Az alapszakasz ezzel véget ért, a két csoport első és második helyezettje, valamint rendezőként a Rádgéber Akadémia csapata is ott lesz a régiós döntőn, amit március közepén rendez az akadémia. És végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Változás az SZIA bevallásnál, új határidő, új bevallási útvonalak. Klímastratégia Szekszárdon, 1 millió forintot fordítanak a célok megvalósítására. Szakképzés, új információk átadásával segíti a cégeket az iparkamara. Vas Albertre emlékeztek,
Bonyhádon 11 éve tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést. Tolna megyében szerdán enyhül az idő, emellett változóan felhős napos említést érdemlő csapadéktól mentes idő várható. Gyenge délnyugati szél fúj majd. Éjszaka változó felhőzet, továbbra is csapadékmentes, nagyobb részt fagymentes idő valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!